Idén ünnepli megalakulásának 24. évfordulóját a kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes, melynek tagjai kiemelt célként kezelik a magyar és bővebben a Kárpát-medencei népek hagyományainak ápolását, terjesztését, beleértve ebbe a táncot, az éneket és a néphagyományokat is. A Pannónia Néptánc Együttes 92-ben alakult itt Kistarcsán, tehát most már, ha jól számol, ez a 24. éve, tehát idén a 24. gáláját tartja február 11-én. Hány csoport működik jelenleg, és milyen korosztályból? Most 6 korosztályban működik a csoport. Az elmúlt évben szétbontottuk a kisiskolás, illetve az iskolás, általános iskolás csoportot 2 részre, így lett 6 csoport. Vannak a pöttön meg az ovisok, vannak a barkócák, ők az alsó tagozatosok, kisiskolások, vannak a berkenyések, ők a már nagyobb általános iskolások, van az ifi csoport, van a felnőtt csoport, és van a hagyományőrző csoport. A működésüket mi biztosítja, vannak-e támogatók, esetleg pályázati forrásokat igénybe tudnak-e venni? Kiemelt támogatónk a kistarcsai önkormányzat. Velük szerződésben vagyunk, hosszú távú szerződésben vagyunk, minden évben fix támogatást kapunk tőlük, tehát ez adja az alapját a működésünknek. Másik működési alap az a tagdíj, bár elég nagy létszámú a tagság, és az ebből összejött összeg az, ami alapvetően még kiegészíti az alaptámogatást. Alkalmanként részt veszünk pályázatokon. Az elmúlt évben, hál' Istennek, sikerült az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázatot nyernünk, 1,3 millió forintot. Úgyhogy ezek a források azok, amelyek összeadódnak, és tulajdonképpen a működésünk alapját képezi. A táncegyüttes évről évre rendszeresen közreműködik helyi rendezvényeken, emellett a néptáncot éltető neves eseményeken országszerte is képviseli Kistarcsát. Minden év elején önálló estet adnak, melynek 2017-ben is a budapesti Kőrösi Csoma Sándor kőbányai kulturális központ lesz a helyszíne. Tehát február 11-én lesz a hagyományos Pannónia gála műsor a Kőrösi Csoma művelődési házban. Erre készülünk, nekünk minden évben ez a legnagyobb kihívás, hogy ezen a műsoron megfelelő színvonalat tudjunk produkálni. Igen, minden évben tartunk egy ilyen gálaműsort, ami végül is a Pannónia Néptánc Együttes egyetlen egy ilyen igazi egész estés színházi műsora. És hát gyakorlatilag, ahogy vége van egy ilyen gálaműsornak, már azon gondolkozok, hogy jövőre mi lesz benne. Tehát, hogy igazából ez egy nagyon hosszú, mondhatnám, hogy egy éves folyamat, amíg az újabb műsorszámok elkészülnek. Tehát mi már a gála után, 1-2 hónappal már azon is gondolkozunk, hogy milyen műsoranyagok legyenek a következő ilyen évfordulós műsorban. A mostani műsornak van egy apropója, hogy egy pályázati úton gyakorlatilag egy pályázatnak szeretnénk megfelelni, ebben pedig Gödöllő kistérségének a hagyományait, táncait mutatjuk be egy ilyen kisebb blogban. Hát ezért is lett a műsor cím az, hogy Sáj Rozmarig Rozmarig, mert ugye ez egy garamenti ének, amit elég sokan ismernek itt a környéken. Nagyon sok színű lesz a műsor. A műsorunkon belül lesz egy blokk, ami gyakorlatilag a Galgamente és a környékbeli kistérség falvainak kultúráját mutatja be. Ebbe lesz majd magyaródi játék, bagicsárdás és verbunk, vagy akár is a szegi táncok, tehát a környékbeli falvak kulturális táncos életét mutatja be. Ezen kívül sok meglepetés lesz. Felnőttek sóvidéki táncokat mutatnak be, az ifik mezőföldi táncokkal készülnek, sőt, szilárdságival, majd még lesz nyáradmenti forgatós is, nagyon-nagyon sokféle. Kicsi, egészen picik rábaközi táncokat mutatnak be, és sorolhatnám sokféle tájegység, sok-sok táncát.
A szakmai felkészülést hány szakember végzi? De erre a gálára összesen a 6 csoport élén lévő tanárok, akik összesen 7-en vannak, ők tanítják a koreográfiákat és a stílust a táncosoknak, gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Ezen kívül vannak, akik a szertárt rendezik, tehát a népviseletért felelősek, ők válogatják össze, hogy melyik koreográfiához milyen népviseleti összeállítást vegyenek föl, ami stílusos és autentikus legyen. Úgy nagyjából 10-12 ember az, aki igazából a technikai hátterét biztosítja ezzel a műsorhoz. A Pannonia Néptánc Együttes 6 csoportja átlagosan heti 2 alkalommal tartja közel 3 órás próbáit Kistarcsán. A február 11-i gálára a Berkenye csoport a Civilházban készül. A Berkenye csoport igazából azt tűzte ki célul ezen a évfordulós műsoron, hogy Gödöllő kistérség táncaiból mutat ízelítőt. Tehát a közönség látni fog Isaszegről táncokat, így a Galga mentéről is hozunk bagi táncokat, illetve még itt a helyi anyagot, a kistarcsai táncokat is megmutatjuk, a kistarcsai szlovák hagyományokat is szeretnénk bemutatni ezen a műsoron. Tánc mellett milyen szerepet kap az ének? Nagyon fontos szerepet kap, eleve hogy az egész kultúránk úgy épül fel, hogy egy nagyon-nagyon nagy énekes anyaggal is találkozunk, és ahhoz, hogy az ember ugye a tánc közben is jól érezze magát, hát muszáj énekelnie, és hál' Istennek a Berkenye csoport egy nagyon jó hangú kis társaság, szeretünk velük így énekelni és meg együtt dolgozni. Mivel lehet a gyerekeket ösztönözni, mi mindennek kell teljesülni ahhoz, hogy kitartóak legyenek, rendszeresen járjanak a próbára, és egy ilyen gála műsorban helytálljanak? Ez egy csapatmunka. Nagyon fontos a szülői háttér, hogy a próbákra a gyerekek meg tudjanak érkezni időben felkészülve. Nyilvánvalóan a közösség nagyon nagy részét teszi ki ennek az egésznek, tehát a mi munkánk is nem működne akkor, hogyha maga a közösség nem működne, hogy a gyerekek jól érezzék itt magukat, és hát természetesen azért a mi felelősségünk is nagyon nagy, hogy megtaláljuk azokat a határokat, hogy meddig lehet ezt még feszíteni, mit lehet még hozzátenni, vagy ez a csoport ennyit bír el, és akkor valami játékosabb formában tegyük a lábukra ezt az anyagot. A tánc mellett készülnek, ha jól láttuk, lakodalmas jelenettel. Ez kötelező eleme szinte a gáláknak. Miért kedvelik ezt, és miért tartják fontosnak, hogy egy ilyet bemutassanak? Hát igazából, hogy nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek is ugye megismerjék a régi hagyományos lakodalomnak a felépítését.
Ugye a mai nap, vagy a manapság, ugye, bár népszerű a templomban való esketés is, illetve az esküvőnek a megtartása, de azért, hogy ezek kezdenek el elveszni a mai hagyományból, és fontos, hogy a gyerekek megismerjék őket, ízelítőt kapjanak, akár így rajtunk keresztül, a mi szűrőkör keresztül is. Örömény uramnak keressük fel párját, az ő drága üdvét, kedves menyasszonyát! Induljunk el most Isten szennemében! Jöjjenek utánam, mindjájukat kérem! Húzzá! Arról már beszéltünk, hogy a gyerekeket mi ösztönzi, mi motiválja, de mi nyújt sikerélményt a koreográfusnak. Az elsődleges szempont szerintem az, hogy a gyerekek jól érezzék azt, amit csinálnak, tehát hogy abban a koreográfiában, amit így kigondolunk nekik, abban ők nagyon jól érezzék magukat. Másodlagos szempont, hogy akiknek ugye bemutatjuk a közönségnek is, nyújtsunk valami olyan élményt, ami után így elgondolkodnak, vagy pedig azt mondják, hogy fú, ez jó volt. Harmadik szempont, hogy szoktunk ilyen szakmai fórumok elé is menni, versenyeken részt venni, ahol a koreográfiákat, illetve az együttest bírálják, és ezeken általában nagyon jó szerepelünk, kiváló minősítésekkel rendelkezünk, vagy nyertünk, tehát ez az év is nagyon-nagyon gazdag volt, sikeres volt. Művészeti vezetőként hogyan értékeli a néptánc együttest, hová sorolná őket, ha mondjuk országos viszonylatban nézzük? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek fesztivál szereplései alapján egy erős középmezőnybe gondolom az együttest. Tehát, hogy nagyon nagy fejlődésen mentünk át, töretlen a fejlődés, mondhatjuk úgy is, igen, tehát, hogy folyamatos, még ebben az évben is, főleg amiatt a pályázat miatt is, erős középmezőnybe tenném az együttest, van még hova fejlődni. Tehát abszolút érezzük, hogy szakmailag is sok mindenben még tudunk esetleg feljebb kerülni. Talán a küszöbén vagyunk ennek az országos elismert hívnének, hogy fölülre. Kerüljünk. A Berkenye csoport ifjú tánctanárai a felnőtt csoport felkészítésében is részt vesznek, akik nem csak hétköznap, hanem sokszor hétvégén is tartanak próbát a Csigaházban. A felnőtt csoport igazából nagyon demokratikusan működik, hiszen ugye itt a táncosok nagy része vagy már dolgozik, vagy pedig ugye a felsőoktatásban vesz részt, ezért ugye nagyon fontosak a hétvégi próbák is, amit így közösen dugjuk össze a fejünket, fejecskénket, és megbeszéljük, hogy melyik az az időpont a legjobb, ahol igazából mindenki meg tud jelenni. Tehát ez nagyon fontos, hogy így egy közös beszélgetésként alakuljanak ki a próba időpontok, próba mennyisége. Persze vannak rendszeres próbák, ugyanúgy, mint ugye kett péntekenként, de hát nem mindig tud mindenki itt lenni, és akkor ilyenkor hétvégi próbákat szoktunk beiktatni. A gála mit kell, hogy jelentsen? Egy kisgyereknek mit kell, hogy jelentsen egy hagyományőrzőnek, és milyen példát kell, hogy állítson a nézőnek? Igen, az előzőkben nagyon, hogy mondjam, arra hegyeztem ki, hogy mi szeretnénk a legfelső kategóriába, de nem is ez a lényeg. Tehát mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a Pannoniának egy alapfilozófiája az, hogy szeressük, tehát hogy szeretsünk táncolni, a hagyományokat újra feleveníteni, tehát hogy élővé legyen az egész, és hogy ezt mind övezze úgymond a néptánc és a néphagyományok szeretete. Ez a legfontosabb, és ezen a gála műsoron is próbálunk mindenkit felléptetni, tehát nehogy azt érezzük a gyerekek, hogy csak a teljesítménye fontos. Nagyon nehéz, mert egy teljesítményorientált világban élünk, de mi nekünk nem ez a legfontosabb, tehát ezért tartunk táncházakat, közösségi programokat, farsangot, locsolobát, hogy ne csak egy színpadi mű legyen az egész, amit csinálunk, hanem élővé tegyük. Thank you.
A Kőrösi Soma Művelődési Házban a Kőbányán lesz a gála. Ezt most már évek óta velük kötünk szerződést erre a napra. Ők kedvező áron is adják nekünk bérbe, de nagyon készséges a technikai hátterük és a technikai személyzet, mindenben segítségünkre van. 400 fős körülbelül a nézőtér, ezt mondhatni minden évben megtöltjük műsorra. A jegyértékesítés az most kezdődik, remélhetőleg idén is az utolsó 100 jegyig el fogjuk adni az összes jegyet, illetve hát vannak repi jegyek, amelyeket természetesen meghívott vendégeinknek fogunk majd juttatni. A Kistarcsai Pannonia Néptánc Együttes február 11-ei gálaműsorára jegyek kaphatók a csoportok tánctanárainál, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jegypénztárában, de igényelhetők az együttes Facebook oldalán és e-mail címén is.